Köszöntöm a kedves tévénézőket! Júniusban Karcagon, birka étkek az asztalon. A nagykunsági birkafőzés karcagi hagyománya 2009-ben került be a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. De itt városunkban 1999 óta minden június utolsó szombatján fesztivál hangulat lengi be a levegőt. 2022-ben is újra megrendezésre kerül a Karcagi Birkafőző Fesztivál. A részletekről stúdiónk vendégét, Kunné Nánási Mónikát, a Dériné Kulturális, Turisztikai és Sportközpont és Könyvtár megbízott intézmény vezetőjét kérdezem. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves nézőket, szép jó napot kívánok mindenkinek. Két év kihagyás után, ugye a pandémiás helyzet miatt újra megrendezésre kerülhet a Karcagi Birkafőző Fesztivál, és valószínűleg, hogy nagyon sokan várják már nem csak itt Karcagon, hanem a térségben is. Beszélgessünk egy kicsit, hogy az idei évben hogyan sikerültek az előkészületek, hogyan zajlott a szervezése a fesztiválnak, vagy hogy zajlik még napjainkban is. Nagy örömünkre igen, két év után végre újra a hagyományoknak megfelelően tudjuk megrendezni a Birkafőző Fesztivált itt Karcagon. A szervezés már év elején, március közepén megkezdődött a kolléganőim által, folyamatos egyeztetések zajlanak a rendezvényel kapcsolatosan a mai napig, hiszen még van egy pár napunk a rendezvény megvalósulásáig, de már most úgy néz ki, hogy minden szépen összeáll és bízunk benne, hogy az idő is kedvezni fog nekünk. A helyszín gondolom, hogy a szokásos helyszín. Esetleg az elrendezésben vannak-e változások ebben az évben? Igen, a helyszín az továbbra is a Múzeumpark lesz ebben az évben is. Változások annyiban történtek, hogy a főzőhelyeket egy kicsit átnézték a segítőink, és egy picivel nagyobbak lesznek a főzőhelyek, bizonyos tekintetben, nem mindenhol, de nagy részében változás történt a méretében. Ennek biztosan örülni fognak a főzők. A nagy közönséget szerintem nagyon érdekli, hogy hogyan fog működni most a beléptetés, illetve a belépőjegyek. Igen, ettől az évtől kezdve a belépőjegy árában egy kis változás történt. Elővételben egészen június 24-én éjfélig 1000 forintig lehet megvásárolni a belépőjegyeket. A rendezvény napján, főnapján, a szombati napon pedig 1500 forintos áron tudják megvásárolni az ide látogatók a beléptető kapunál a belépőjegyeket. Ugye az előző években is a nevezők, akik ugye szeretnének főzni ezen a fesztiválon, jelentkezhettek. Gondolom így volt ez az idei évben, és most milyen feltételei voltak a jelentkezésnek? Online felületen keresztül tudtak jelentkezni a főzők, 241 főzőhelyünk volt meghirdetve. Elmondhatom, hogy szinte 100%-ban betelt a főzőhelyek száma. Május 22-ig volt lehetősége nevezni mindenkinek, és akkor ezután történt meg az egyeztetés a főzőkkel. Minden ilyen versenyen, fesztiválon a zsűrinek nagy-nagy szerepe van, hiszen ezeket a birka étkeket zsűrizik is, és díjazzák. Az idei évben hogyan alakul a zsűri, hogyan került kiválasztásra? Ahogy eddig is, az elmúlt években is, ugye már csak szakmai zsűri bírálta, vagy kóstolta meg a finom étkeket, ebben az évben is össze fog állni a szakmai zsűri, hogy kis változás van ebben is, hiszen egy pályázati kiírást tettünk közé, hogy akik szívesen részt vállalnának a birka étkek kóstolásában és zsűrizésében, azoknak sok szeretettel vártuk a jelentkezését. Tegnap éjfélig lehetett eljuttatni a jelentkezési lapokat, az önéletrajzot, illetve a motivációs levelet a Dériné Kulturális Központba. És mennyire voltak motiváltak a karcagiak? Nagy létszámú jelentkező száma? Egy kicsit én is izgultam, hogy vajon mennyire fog ez az újszerű dolog majd beválni, és mennyire kapnak majd kedvet a karcagiak ahhoz, hogy jelentkezzenek a zsűribe, de elmondhatom szerencsére, hogy igen, voltak jelentkezők, voltak bátrak, akik bemerték adni az önéletrajzot, illetve a motivációs levet, és nem csak karcagiak. Kíváncsian várjuk ezt az új formát, hogy mennyire fog beválni. Hogyan alakul a két napnak a programja?
Pénteken délután fog megkezdődni igazából a fesztivál. A pénteki napon ugye ingyenes a program mindenki számára, tehát bárki bármelyik helyszínen ingyen tud részt venni a programokon. 5 helyszínen fogjuk várni pénteken a kedves vendégeinket. Működni fog a borúdvar a Városháza hátsó parkoló részében. Működni fog a rokkudvar a György István Katolikus Általános Iskolának a udvarán. A múzeumparkban föl lesz állítva a nagy színpad, ahol már megkezdődnek délután 4 órakor a programok. Működni fog estétől a nagy Calvin színpadunk is, illetve a templom kertben, a Jusszárnyékban gyerekprogramokkal várjuk a kedves idelátogatókat. Tudunk-e néhány konkrét programot idézni a műsorból? A nézők biztosan kíváncsiak erre. Pénteki napon a múzeumparkban 3 órakor a Kumbarikum pályázat eredmény hirdetése lesz, majd operettslágereket hallgathatnak meg a kedves vendégeink, illetve Gergely Róbert műsorát fogják még tekinthetik még meg este 5 órától. A borudvarban a Happy End Band együttes fog fellépni, a rockudvarban a Cabin Laz, a Blues Company, valamint az Anonym Rock Band, és a Calvin színpadon pedig a Float, valamint 8 órától a zenevonat szuperkoncert lesz látható az LGT sztárjaival, és az esti DJ Krisz fogja zárni. Ez volt a pénteki napnak a programja. Hogyan alakul a szombat, ami egy kicsit hosszabb nap lesz? Így van, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a megnyitója a rendezvénynek, majd ezt követően kisújszállás lesz a 10 vendégünk. Az ő programjuk lesz látható a múzeum színpadban, közreműködni fog a Mellofon fúvós zenekar, a Nagykuntánc együttes utánpótlás csapatai a Bokorvirág Egyesület támogatásával, fellép a 48-as olvasókör népdalkörei, illetve a kisújszállási morgó kézművesek köre fog kiállítással egybekötött bemutatót tartani. Majd 12:30-tól a Maja Trió fog fellépni a színpadon, vendégünk lesz a Debreceni Néptánc Együttes, és 3 órára tervezzük az eredményhirdetést, amikor is megtudhatjuk, hogy kik lesznek ebben az évben a győzteseink. Délután pedig Víga Nóta, Víga Csárda című nóta műsorot láthatják a kedves vendégek a múzeum színpadon. A borúdvarban Bényei Gábor és Farkas Judit fog zenélni az odalátogatóknak. A Calvin színpadon a Continuum fog fellépni előzenekarként, és az este sztár vendége az első emelet lesz. Őt fogja követni majd Alex Weld, illetve Alé, és éjfélkor tűzi játékkal szeretnénk zárni a rendezvényt. A Jusszárnyékban pedig Kukorica Jancsi játszórétjét tekinthetik meg az ide látogatók, illetve a Tekerj kezes-lábas játszóház közreműködésével biciklis feladatokba tudnak bekapcsolódni az ide látogatók, és 4 órától pedig a Láda Fia Bábszínház Krisztus Urunk meg az Opsitos című műsorát tekinthetik meg a családok. Igen, színes a program, és ahogy hallom, minden korosztály meg fogja találni magának a szórakozási lehetőséget, és bízunk benne, hogy minél többen fognak ellátogatni erre a fesztiválra. Hogyan érzik a szervezők, hogyan gondolják, milyen lesz most a látogatottsága? Mi nagyon bízunk benne, hogy nagy létszámú lesz az ide látogatók száma. Az elővételben vásárolt jegyek is azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés a rendezvény után iránt. Ugye egy ilyen programnak a megszervezéséhez nagyon sok segítőre, illetve támogatókra is van szükség. Mit tudunk a támogatókról, segítőkről? A szponzoraink, akik a rendezvényt támogatják, elég nagy számban vannak, és nagyon segítőkészek is mindenben azon vannak, hogy ez a rendezvény színvonalason tudjon megvalósulni. A rendezvény plakátja, illetve meghívója már elkészült, és ezen végig lehet olvasni, hogy kik azok, akik támogatják a mi rendezvényünket. Akiknek ugye köszönjük szépen, hogy az idén is rendelkezésre állnak, és segítenek megvalósítani ezt a nagyszabású programot. Bízunk benne, hogy az időjárás is velünk lesz, és újra sokan lehetünk a Múzeumparkban június 24-én, illetve 25-én a Karcagi Birka Főző Fesztiválon. Én kívánok ehhez még a szervezési időszakhoz sok-sok kitartást.
és sok-sok segítő kollégát, hiszen ez nagyon fontos. Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit a rendezvényünkre. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket.